Na kijat visza, fogalmam sincsen, én mindig itt voltam. Hi! Mielőtt elkezdődik ez a videó, gyorsan két darab disclaimer. Egyrészt, ha a videóban bármilyen cégnevet hallotok, akkor ez nem fizetett hirdetés, ha ilyen lenne egyébként, akkor szólnék, de most nem lesz ebben a videóban. A másik pedig az, hogy kövessetek Instagramon, amit azért is akarok ennyire pusholni felétek, mert hogy ott vagyok igazán aktív, és ha véletlen vagy a csatornával, tehát ha velem vagy a csatornával kapcsolatban akartok információkat megtudni időben, akkor ott fogom ezt jelezni legfőképp, vagy story, vagy post formájában. Sőt, ha valaki biztosan akar értesülni a fejleményekről, akkor kapcsoljátok be az értesítést. Tudom egyébként, hogy sok filmekkel kapcsolatos post van, de ezt majd le fogom redukálni, de erről majd később fogok beszélni a videó felé. Na de ennyi is volt a disclaimer, kezdjünk is el a videót. Tudom, idén még annyira sem voltam aktív, mint amennyire szerettem volna, de ennek megvan az oka, és ezt ebben a videóban ki is fogom fejteni. Nos, ezt az évemet két részre tudnám bontani. Az első felében iskolába jártam, a második felében pedig dolgoztam, és tudom, ezek nem kellenének, hogy okok legyenek arra, hogy miért nem videóztam, de higgyétek el, a vártnál sokkal több időt elvettek ezek a dolgok, mint ahogy azt gondoltam. És az utóbbi hónapokban folyamatosan agyaltam azon, hogy tudnám az időmet optimalizálni, és talán sikerült már egy megoldást találni rá, de ki is fejtem, hogy mi is volt idén, és hogy miért alakult így ez az év úgy, ahogy. Úgyhogy lássuk is, miket csináltam idén. Év elején megváltoztattam a csatorna arculatát ilyen citromsárgás dizájnra. Elkezdtem csinálgatni az Inside News című heti hírműsoromat, amiben a YouTube-bal kapcsolatos érdekességeket mondtam el. Nagyon pozitív fogadtatása volt, és ezt köszönöm szépen nektek. Én nagyon tudok örülni, ha az embereknek tetszik az, amit csinálok. Elkezdtem Instagramon a Ma is tanultam valamit című mini videósorozatomat, és ez odáig fajult, hogy az Index, ugye a könyv kiadója küldött nekem egy példát az első részből, de egyébként ennek a kis mini sorozatnak is pozitív fogadtatása volt, és gondolkodom is rajta, hogy esetleg folytassam, hogyha érdekel, akkor írjátok meg kommentbe. Budapesten megrendezésre került a 8. Mind Cinema, azaz a Főorvos című filmvetítése, és ott részt vettem, mint szervező vagy segítő, és ha esetleg a későbbiekben említem a Mind Cinemát, akkor ott is szintén szervezőként voltam jelen. Februárban még csinálgattam az Inside News sorozatomat, viszont közben már megindult az a folyamat márciusban, hogy elkezdtem csinálni a szakdolgozatomat, és emiatt teljesen leállt a csatornám, sajnos. Április 2-án elkészültem a szakdolgozatommal, amit majd egyébként az OKS videómban fogok bemutatni, legalábbis egy kisebb részét. Április 6-án volt ismét Budapesten Mind Cinema, valamint április 23-án láthattam a Bosszúállók végjáték című filmet premier előtt, amit hát egy örök emlék marad meg számomra, nagyon tetszett a film, és azóta egyébként többször is megnéztem, pont úgy, ahogy tavaly egyébként a Végtelen háborút is. Májusban két monumentális dolog is történt az életemben, és ráadásul mind a kettő ugyanazon a napon, azaz május 20-án. Egyrészt kikerült a Homokúra csatornára az a repcsata, amiben szerepelhettem, mint Gordon Ramsay, és ezzel teljesült egy álmom, amit nagyon szépen köszönök a srácoknak. Valamint elvégeztem a 2 éves OKE sulit, és ráadásul összesítve 4-es eredménnyel zártam, szóval hivatalosan is szoftverfejlesztő vagyok. Részt vettem a Pesti Play-en, ráadásul Ruben segítségével, ugyanis ő volt az, aki a szervezőknek így beajánlott és odatolt eléjük, hogy hello, itt a srác, aki szokott járni Play-tekre és most is jönne, szóval köszönöm szépen még egyszer, Ruben. Június 15-én megrendezésre került a második Real Talk rendezvény, ahol egész nap különféle beszélgetéseket tartottak a videósok, köztük én is, és két alkalommal is színpadon lettem, és köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget a Penta Media Groupnak. Június végén ismét megváltoztattam a csatorna dizájnt erre a kicsit nyáriasabb stílusra. Egyébként a mangós monster dobozának a dizájnja volt az ikletadó, amit egyébként páran észre is vettetek. Elkezdtem dolgozni a Star Networknél, de erről majd egy kicsit később mesélek. Illetve elkészült ismét a Top 100 Magyar Videós című videóm, amit ha még nem tettetek meg, akkor nézzétek meg, lent lesz a leírásban a link, vagy pedig itt a jobb felső sorokban is meg tudjátok tekinteni.
részt vettem az Influencer Fesztiválon, főként egyébként a Star Network standjánál voltam, de pár szakmai előadást is végighallgattam, és egyébként tök jó volt szerintem. Szeptember 20-án életem első tényleges igazi koncert élményén vettem részt, ráadásul a Budapest Parkban, és nem más zenekart hallgattam meg, mint a Punani Massifot, akik egyébként tínédzser korom óta a kedvenc hazai együttesem. Tényleg hatalmas élmény volt, és köszi még egyszer a Budapest Park szervezőinek a lehetőséget. Csináltam egy helyzetjelentős élőadást, és ott kaptam 3 darab Superchat adományt is, amit most így láthattok is. Október 5-én és 6-án volt ismét My Cinema Debrecenben és Egerben. Október 9-én részt vettem a FOMO Megosztod és Uralkozz című magyar film premier előtti díszbemutatóján, ahol csináltam interjút Csipesszel, a film egyik főszereplőjével. November 16-án és 17-én ismét volt My Cinema Tatabányán és Szolnokon. Ismét részt vettem a budapesti Pléten, viszont most mint meghívott videós fellépő, ami azért is volt király számomra, mert egyrészt kipróbáltam magamat ilyen szituációban is, másrészt így egy másik szemszögből is láthattam a rendezvényt, ami mögött egyébként iszonyatos nagy szervezés van. Eleve már csak a videósokat és azoknak a programjét így összeállítani, már az is kész kihívás, és ez csak a videósok, tehát hogy még nyilván ott van még egy csomó minden. Számomra a Play-t ugye az utóbbi években így elkezdett laposodni, mert ugye tényleg évek óta mindig eljárok oda, és részt veszek rajtuk, és én már sokszor csak azért mentem, hogy veletek nézőkkel, illetve akár ismerősökkel találkozzak, de így, hogy ténylegesen egész nap le voltam foglalva, és mindig volt mit csinálnom, és nem volt megállás, így sokkal izgalmasabb volt, és nagyon tetszett, szóval alig várom már a következőt, ami egyébként május 30-án lesz, by the way, már ha arra is meghívnak és beszerveznek a programokban, kacsint. Sőt, novemberben történt velem még egy izgalmas dolog, kiléptem a komfortzónámból, amiért ezer hála a Roleplayer csatornának, részt vettem egy szerepjátékos dologban. Ez igazából olyan kaliber, mint a World of Warcraft, vagy a hasonló ilyen RPG-k, csak élőben, ilyen társas játék formátumban. Elsőre kicsit így óckodtam a dologtól, mert nem vagyok egy ilyen színész típus, aki bele tudja magát képzelni egy szerepbe, és ez valóban nem is sikerült 100%-osan, de igyekeztem a tőlem telhető módon. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól éreztem magamat, és örülök neki, hogy megléptem ezt a dolgot, sőt a Srácok YouTube csatornájában fent van jó pár epizód arról, ahogy ezt a játékot játsszuk, szóval a leírásba linkelni is fogom a lejátszási listát. December 8-án és 14-én a My Cinema 9, azaz a Simlis Banda című film premiére volt Budapesten. Egyébként lesz majd második budapesti turnus is, január 25-én és 26-án, a részletek a mycinema.hu weboldalon. Továbbá részt vettem számos film premier előtti vetítésén, amit az Instagram oldalon és azon belül is a filmek nevű highlight részben kronológiai sorrendben meg tudjátok nézni, illetve hogyha rákattintotok az adott filmes posztra, akkor ott rövid véleményt is szoktam írni a filmről. Jövőre szeretném átalakítani egyébként, ugyanis többen jelezték, hogy ez zavaró, meg hogy olyan az Insta feedem, mint egy filmforgalmazó, hogy egyébként teljesen jogos, és gondolkodom azon, hogy vagy IGTV-re készítenék ilyen videó formájában véleménykifejtést, vagy mondjuk írnék egy blogot, vagy valami ilyesmi. Mindenesetre a filmekről, főleg Insta story-ba akarok ezen túl posztolni, de ott se azért így szétszpemelve. Hogyha van esetleg ötletetek erre az egész dologra, akkor írjátok meg kommentben. Egyébként szeretném itt is megköszönni a filmforgalmazóknak, a Forum Hungary-nek és az Intercomnak, valamint az ügynökségeimnek, a Star Networknek és a Penta Media Groupnak, hogy lehetővé teszik nekem azt, hogy ingyen nézhessek filmeket premier előtt. És a legnagyobb köszönettel nektek tartozom, hiszen ha ti nem vagytok, akkor ez egész nem is történhetne meg. Lássunk pár csatornaadatot. Tavaly 28 ezer, idén pedig 27.778 feliratkozón van, ami azt jelenti, hogy kb. 250 feliratkozóval lett kevesebb a csatorna, ami így még talán nem is hangzik annyira vészesnek, hogyha azt nézzük, hogy ugye inaktív voltam, meg a YouTube is ugye tisztogatott, viszont az igazság az, hogy a feliratkozó szám még éveleje fele elérte így a 29 ezer feliratkozó környékét, szóval ebből a szempontból nézve kb. 1300 feliratkozót vesztettem el, ami nagyon sok. És egyébként meg is érdemlem, én nem tagadom, sőt egyébként valamilyen szinten örülök is, hiszen azok az emberek, akiket ténylegesen érdekel a munkásságom, ők továbbra is itt vannak,
és néznek engem, amiért egyébként iszonyatosan hálás vagyok. Tavaly 26 darab videót és 3 darab élőadást, idén pedig 12 darab videót és 4 darab élőadást készítettem, ami hát eléggé drasztikusan kevés. Továbbá itt oldalt láthatjátok a 2019-re vonatkozó csatorna statisztikáimat. Hagyományjá vált, szóval jöjjön a Brown díjkiosztó. 4-ből 3 díjat az Inside News című heti hírműsorom 9. epizódja nyerte, ami azzal magyarázható, hogy sokáig ez volt a legutóbbi videó a csatornámon, és ha valaki ránézett a csatornámra, akkor ez a videó jött vele szembe. Szóval ez is generált ilyen sok megtekintést. Viszont a leglájkoltabb videó idén a top 100 magyar videós volt. Továbbá annyit hozzátennék, hogy idén körülbelül 30 ezer megtekintés generált a jogosítványos videóm, és a mai napig torony magasan ez a legjobban nézett videóm az összes közül. Miért nem volt videó idén? Az év első felében nagyon rá kellett koncentrálnom a sulira, és ha bár végül egy 4-es eredménnyel zártam ennek ellenére, voltak azért nehézségek és húzósabb dolgok, de az OK-s videómban majd mesélek róla, aminek egyébként a forgatókönyve már félig meddig kész van, szóval ha befejeztem, akkor hamarosan láthatjátok is. Sőt, fontos is lenne, hogy még mostanság csináljam meg, mert 2020-ban megváltoznak az OK rendszer szabályai, és kaptam egyébként hivatalos infókat a minisztériumtól, szóval sértek, ahogy csak tudok. Az év második felében elkezdtem dolgozni a Star Networknél, és jó páran kérdezték is, hogy mi ott a feladatom. Nos, videókat vágok, grafikákat készítek, weboldalakat fejlesztek, forgatásokon segítek, kreatív koncepciókat találok ki, illetve ugye a MyCinema rendezvényeken vagyok szervező. Szóval sokfajta feladatom van, emiatt a titulosabb majdnem a mindenes, de egyébként nagyon szeretek itt dolgozni, tök szuper projekteken vehettem részt, amiknek nagy részéről sajnos nem beszélhetek, pedig egyébként annyira tökre megmutatnám nektek, hogy milyen dolgokat csináltam és milyen cégeknek. Talán ami nyílt titok, hogy ugye a Játsszuk le és a Filmkockát csatornára vágtam a videók nagyobb részét, szóval, ja, most ez a helyzet, viszont én egyébként tényleg jól érzem magam a cégnél, hiszen azt dolgozhatom, amit szeretek. Persze nem a saját dolgaimat csinálom, hanem idézőjelben más malmára hajtom a vizet, de közben ezekben a projektekben ki tudom élni ugye a kreativitásomat, és mindig új kihívások elé állítanak, amikben egyébként sokat tanulok és fejlődök. Egyébként, ha lesz olyan projekt, amiről beszélhetek, akkor vagy itt a közösségi felületen, vagy Instagramon meg fogom osztani veletek. Nagyon sajnálom azt, hogy nem tudtam idén aktív lenni, pedig rengeteg sok ötletem van, amit szeretnék megvalósítani, és ezeket próbálom majd 2020-ban összehozni. Ezt nem ígérem, de szándékom. Egyébként azt tudnotok kell, hogy már fizikailag rosszul éreztem magamat, amiatt, mert nem csináltam videókat. Ugye nem csak ti, a nézőim, hanem már a videósok és a szakmabéliek is kérdezték folyamatosan, hogy mikor lesz videó, és ez a minden irányból érkező input eléggé nagy nyomást helyezett rám. És a munka miatt sokszor nem volt időm, ha meg időm lett volna, akkor meg kedvem vagy motivációm nem volt ugye arra, hogy videózzak, de igyekszem majd ezen változtatni, és megpróbálok aktív lenni, a lehetőségeimhez képest persze. Gondolkodtam már tavaly is azon, hogy elindítsam ugye a Patreon oldalamat, de ezt most se szeretném addig elindítani, amíg nektek és legfőképp magamnak nem tudom azt bizonyítani, hogy megérdemlem ugye a tőletek bejövő támogatásotokat, független attól persze, hogy ez mekkora mértékű. Kicsit egy ilyen ördögi körbe kerültem bele, amiből próbálok valahogy így kimászni, és próbálom helyre billenteni az életemet. Ez így a 2020-as tervem többek között. Egyébként már most látom azt, hogy a 2020-as év az nagyon szuper lesz és izgalmas. Van pár dolog, ami így szerveződik a háttérben, és hogyha összejönnek, akkor ezekről tudni fogtok mindenképp. Kívánok mindenkinek sikerekben gazdag, boldog új évet. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki itt van még, és türelmesen vár rám. Tényleg ez nekem elképesztően jó érzés, és ez ad motivációt, és tartja még bennem a lelket. Nagyon szépen köszönöm nektek. Peace, love, unity. Sziasztok!